Demácia most és mindörökké, mondta ezt negyedik Jarvan. Üdvözöllek, én Ricsi vagyok, és hosszú idő után ismét jelentkezem a Game Stories Hungary csatornájáról. Elnézéseteket kérem, hogy régóta nem hoztam új tartalmat, de a nyár eseménydúsabbra sikerült, mint gondoltam. Úgy éreztem, hogy ideje valami újat, mégis közkedveltet hozni nektek, ezért újabb tartalmaim között a League of Legends háttértörténeteit igyekszem feldolgozni. Tartsatok velem! Demácia egy erős királyság volt saját tekintélyes katonai múltjával, Demácia népe mindig is nagyra értékelte az igazságosság, a becsület és a kötelesség eszméit, nagyon büszkék voltak kulturális örökségükre, ám de a magasztos elvek ellenére ez a nagyrészt önellátó nemzet az elmúlt évszázadokban egyre inkább elszigetelődött. Jelen korunkban Demácia egy zűrzavaros királyság, hajdani fényéből már mi sem látszik. A fővárost, Demácia nagyvárosát a varázslás elől való menedékként alapították a rúna háborúk rémáma után, és a Petricit talányára épült, ami egy különleges fehér kő, amely elnyomja a mágikus energiákat. A királyi család innen már régóta gondoskodik a külterületi városok és falvak, termőföldek, erdők és ásványkincsekben gazdag hegyek védelméről. Harmadik Jarvan király hirtelen halálát követően azonban a többi nemesi család még nem hagyta jóvá egyetlen fia trónöröklését, így negyedik Jarvan nem válhatott még királlyá. A szigorúan őrzött határokon túllakókra egyre gyanakvó pillantást vetett a királyság, és sok korábbi szövetséges máshol kezdett védelmet keresni ezekben a bizonytalan időkben. Vannak, akik már arról beszélnek, hogy Demácia aranykora elmúlt, és ha az emberek nem hajlandók alkalmazkodni a változó világhoz, amire sokan úgy gondolják, hogy egyszerűen képtelenek lennének megtenni, a királyság hanyatlása elkerülhetetlen, és a föld összes petricitje sem fogja megvédeni Demáciát önmagától. A rövid előzményeket megismerve beszéljünk kicsit Demácia eredetéről. Demácia és kultúrájának története a rúna háború kataklizmájából ered, ahol a konfliktus elől menekülő túlélők Valoranon nyugatra merészkedtek abban a reményben, hogy biztonságot teremtenek a káosz elől. Egyesek azt mondják, hogy miközben a sötét mágosok kultusza rettegésben tartotta ezeket a kitelepített túlélőket, némelyek egy ősi és megkübült erdőben bújtak el, ahol az üldöző varázslók észrevették, hogy varázslatukat hatástalanná teszik a furcsa erdők. A menekülők csapata úgy döntött, hogy kihasználják ennek a környezetnek az egyedülálló erejét, ezért ezek a csavargók állandó lakhelyet hoztak létre. Végül ennek a különös új birodalomnak az ismerete más menekültekhez is eljutott, akik menedékjogot és szolidaritást kerestek a Runeterra többi részén pusztító varázslattól. Az egyesült telepesek rövid időn belül tekintélyes közösséget építettek ki maguknak, egy új nemzettel szövetkezve, amelyet Demáciának neveztek el. De miből is tevődött össze Demácia, felteheted a kérdést. A demáciai királyság, közkeletű nevén csak szimplán Demácia, egy nemzet Valoran nyugati részén határain Freljorddal és közel van Noxushoz. A Demácián jelenleg jól ismert helyek a következők, Demácia nagyvárosa, ami a királyság legnagyobb városa, a Demácia nyugati részén található főváros az ország egyik fő politikai, kulturális, vallási, katonai, gazdasági és oktatási központja. Demácia az emberiség reményének ragyogó lámpásának tekinti magát, és mint ilyen, a nemzete és a fővárosa ennek a koncepciónak saját vizuális reprezentációjaként jelenik meg. Óriási tornyok tarkítják a város látképét, a petricit, ugye ez az úgynevezett sápat varázslatnak ellenálló kő, és a márvány a választott anyag az építkezésekhez. A városon belüli nemesi házak közé tartozik a Buvel, a Koronaőr és a Laurent család is például. A ház királyi palotája a Fénypajzs nevű hely az, amelyből Demácia királya uralkodik. A városban van egy laktanya és egy büntetés végrehajtási intézet is, mint a legtöbb királyságban. Maga a főváros a hódító tengerre néző kikötő mellett található, a környező városok többsége pedig fennsíkon nyugszik. Szintén ki kell emelnünk Demácia külső részeit, mint például Észak-Demácia, Nyugat-Demácia, Kelet-Demácia és Dél-Demácia, amelyek szerves részét képzik a birodalomnak. Most, hogy megismerkedünk Demácia részeivel, kicsit nézzük meg, hogy milyen kulturális öröksége van ennek a fénylő világnak. Demácia kultúrája a demáciai dogma. Nyugat Valorán természetes szentélyéből egy ambiciózus új nemzet épült, ahová mindenkit szeretettel vártak stációtól és háttértől függetlenül mindaddig, amíg hozzájárultak az egész ország javához. Az ország nemes kezdetei ellenére Demácia eszméi az évszázadok során megfordultak.
Továbbra is közös ügy hajtja őket, hogy jó indulatot és rendet terjesztenek országuk jobbítása érdekében, miközben büszkélkednek a Valorant elkölcsi élcsapataival, erejükkel, bátorságukkal és egységükkel, de látszólag drákói intézkedéseket fogadtak el annak biztosítására, hogy elkölcsi kódexük maradjon az egyetlen kódex, amely szerint egy érkező élhet és boldogulhat a királyságon belül. A bűncselekmények bármilyen formáját szigorúan büntetik, Demácián belül nincsenek vétségek. Demácia néhány ellenzője, akik messze a nemzettől bírálnak természetesen, ezt a benne rejlő képmutatás bizonyítékaként állítják. A demáciánusok ezzel az érveléssel szembeszállnak, rámutatva, hogy az igazságszolgáltatási rendszerük a jóindulatot és az enyhítést is belefoglalja az ítéleteibe. Senkit sem büntetnek meg a körülmények méltányos és igazságos figyelembevétele nélkül. Míg mások továbbra is kritizálhatják a demáciai törvények keménységét, a demáciaiak kitartanak meggyőződésük mellett. Ha már egy birodalom vagy ország esetében a valóságban is elvárt ismerni az adott terület államformáját, akkor Demácia esetében sem elhanyagolható tényező ez. Demácia egy alkotmányos monarchia, ahol Demácia királya az államfő, a választott tanács pedig a törvényhozó testület. Míg a király erős uralkodó, a demáciai tanács legalább részben kordában tartja. Demácia egykori királya, a harmadik Jarván komolyan együttműködött a demáciai tanáccsal annak érdekében, hogy a királyság szentsége tiszta és igaz maradjon. A király nem csak az ország politikai vezetője, hanem a hadsereg főparancsnoka is. Számos, a király által ellenőrzött területet már a protektorátusuk alá vettek. Ezen alkotmányos monarchiához tartoznak a nemesi házak. Monarchiaként Demáciát különféle királyi családok irányítják, és elsősorban a demáciai tanács tagjaiként szabályozzák a nemzetet. Míg a nemesi házak közül sokan nemzedékek óta uralkodnak, a nemzet szigorú törvényei szerint úgy kezelik őket, mint bármely más polgárt, és nem mentesülhetnek a törvények alól. Lehet, hogy a törvény még szigorúbban is bánik velük, mivel ékes példaként szolgálnak arra, hogy a demáciai polgároknak hogyan kell viselkedniük nyilvánosan és a magánéletben is. Ezen családok közé sorolható már szintén akiket említettem, mint például a Buvel család, a Koronaőr család, a Durán család, a Fortis család, a Lauren család, a Fényvédő család, a Spirit Might és a Vayne családok. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál ebben a rövid kis ismertetőben. Hamarosan további tartalmakkal jelentkezem, addig is iratkozz fel a csatornámra és nyomd meg a harangikont, hogy egyből értesülhess a legújabb tartalmaimról.